Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Hogy rohan az idő, és már itt van év vége, hamarosan indul az új esztendő. Ez egy átmeneti időszak, nagyon varázslatos és misztikus. Úgy szokták mondani, ezeken a napokon a szellemek uralkodnak. Persze vannak jó szellemek, és vannak rossz szellemek is. Én ezeken a napokon szertartásokat tartok, hogy elüldözzük a rossz szellemeket, és hogy szerencsénk legyen jövő évben. Én karácsonykor indítok, tehát december 25-én a szertartások eltartanak január 5-éig. Minden nap kihat egy hónapra. December 25-e kihat január hónapra. December 26-a kihat február hónapra, és így tovább. Tehát minden szertartás szerencsét hoz egy bizonyos hónapra. Azon kívül minden szertartásnál, tehát minden napon van egy más téma, ami érint bennünket, kihat az életünkre, kihat a sors utunkra, és ezeknél a témáknál a szertartás szintén szerencsét hoz. Feljelölheted magadat e-mailen keresztül ezekre a szertartásokra. A díjam szertartásonként 4000 forint. És most megtekintjük azt, hogy melyik napon, melyik hónap hat, és melyik témák hatnak kiránk. Év végén és jövő év elején vannak ezek a titokzatos, varázslatos napok. Ahogy ezt átéljük, ezt az energiát, vagy ezeket a témákat átvisszük automatikusan a következő évre. Egy szertartás segít abban, hogy változzanak, javuljanak a dolgok. Ahogy december 30-án történnek a dolgok, ezt az energiát, ezeket a kapcsolatokat vagy eseményeket átvisszük jövő év júniusára. Én ezeken a napokon tartom a szertartásokat, és a december 30-ai szertartás kihat június hónapra, azon kívül bizonyos eseményekre. Ez a szertartás óv a fekete mágiától, óv a hazugságoktól, vagy olyan kapcsolatoktól, akik megpróbálnak megbántani benneteket. Ez a szertartás segít beszélgetéseknél, segít valamit tanulni, segít iskolázásoknál, vagy ha valamilyen vizsgák lesznek. Azon kívül ez a szertartás segít abban is, hogy meglegyen a vidámság, az életerő, a fiatalos kisugárzás. A szertartás segít bizonyos szerződéseket megkapni, aláírni. Ez lehet egy bérleti szerződés, egy adásvételi szerződés, vagy egy munkahelyi szerződés is. Ha ki akarsz alakítani egy új céget, megvannak a tervek ehhez, akkor a szertartás segít abban, hogy ez megvalósuljon, hogy sikered legyen, hogy nyeremény legyen. A szertartás az segít utazásoknál, külföldi kapcsolatoknál, internet kapcsolatoknál is, és óv
a tolvajoktól. Itt nem csak anyagi veszteségről lehet szó, hanem valaki, aki rabolja az erődet, vagy rabolja az élet energiádat. Mint mindig, a szertartásoknak van gyógyító ereje, segít tüdőbetegségeknél és pajzsmirigy gyulladásoknál. A fő téma az a kommunikáció. Hozzá kell tennem, hogy ezek a témák nem csak június hónapban hatnak, hanem egész évben. És az azt jelenti, hogy kérheted a szertartás június hónapra, vagy kéred a szertartást ezekre a témákra. Ebben tudok neked segíteni. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera.